Arra biztatom a magyar fogorvos társadalom minden egyes tagját, hogy az egyetemi képzést követően minden évben, ne csak egyszer, hanem többször is látogassanak el ezekre a rendezvényekre, hiszen ezek olyan nélkülözhetetlen tudást adnak majd számukra, melyekkel a szakmai felkészültségüket mindenképpen ki kell egészíteni. Én Nagy Katalin vagyok, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, a szájsebészeti tanszék vezetője és a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke. Én igyekszem, mint az országos egyesület elnöke minden egyes fogászati rendezvényen részt venni, és nagyon örülök, hogy ellátogattam erre a rendezvényre is. A többfajta rendezvény különböző fókuszokat jelent a magyar fogászatban. Ez a rendezvény azért volt érdekes és fontos, mert lehetőséget adott azoknak a fiatal magyar előadóknak, akik rendkívül tehetségesek, és úgy gondolom, hogy mindenképpen helyük van a magyar fogászat, nem csak magyarországi, hanem európai, illetve világszínvonalú rendezvényein is. A szakmai színvonal, ahogy a magyar fogászatot általában is jellemezhetjük, igen magas. A magyar fogorvosok nagyon jól képzettek, és azok a különleges magyar fogorvosok, akik itt előadásokkal jelentkeznek, azok, ahogyan említettem, nem csak magyarországi, hanem külföldi viszonylatban is igen erősen megállják helyüket, és nagyon magas színvonalról tettek tanúbizonyságot. Úgy érzem, hogy ezek a posztgraduális képzések, amelyek itt elhangoztak és elhangoznak más rendezvényeken is, kiegészítik és nélkülözhetetlenné teszik azt a tudást, amelyekkel az egyetemet végzett fogorvosok rendelkeznek. Az egyetemi képzés egy bizonyos színvonalat már ad, de a folyamatos továbbképzésről nem szabad elfeledkezni, hiszen a fogorvos tudomány talán a leggyorsabban fejlődő fogorvosi vagy orvosi ágazat, így mindenképpen javasolnám mindenki számára, hogy vegyenek részt az ilyen és más hasonló rendezvényeken. Arra biztatom a magyar fogorvos társadalom minden egyes tagját, hogy az egyetemi képzést követően minden évben, ne csak egyszer, hanem többször is látogassanak el ezekre a rendezvényekre, hiszen ezek olyan nélkülözhetetlen tudást adnak majd számukra, melyekkel a szakmai felkészültségüket mindenképpen ki kell egészíteni.